Alaki gyakorlaton vettek részt, de a Honvédelmi küzdő sportokkal is megismerkedtek. Azok a fiatalok, akik szeptember 2-án a Sátoraljaújhelyi új helyi Lajos Technikum Szakképző Iskola és Gimnázium most induló új képzésében kezdik el 9. évfolyamos tanulmányaikat. Ez az új képzés a Honvédelmi ágazat logisztikai szakirányjal. Egyelőre nagyon tetszik nekem az alaki forma. Nem annyira nehéz, könnyen meg lehet tanulni, de ez ember válogatja. Eddig az osztálytársam is tetszik. Nagyon magas ösztöndíjat tud juttatni az iskola, illetve a Honvéd kadét program. Érdekel a logisztika is, a, honvéd, a honvédelem is. Azért tetszik nekem a honvédelem, mert rengeteg új dolgot tudok tanulni, amit tudok hasznosítani az életben. A beilleszkedést segítő táborban az iskola oktatói és a Magyar Honvédség katonái foglalkoznak a leendő középiskolásokkal. Ez a három nap már arról szól, hogy a fiatalok ráhangolódjanak a tanévre és a rájuk váró feladatokra. Magyar Honvédség katonáitól első kézből kapnak olyan információkat és olyan tudást, amire mi majd az oktatás alapján tudunk építeni, illetve ők is rálátást nyernek ennek az ágazatnak a szépségeire. Tehát azt gondolom, hogy egy kicsit másképp fognak már hozzáállni a tanévhez, úgyhogy van a fogalmuk, hogy miről is szól, hogyan kell viselkedni ők, milyen normákat kell betartaniuk, mit fog számukra nyújtani ez a képzés, milyen lehetőségek várnak rájuk a későbbiekben, hiszen számtalan lehetőség vár ebben az ágazatban tanuló diákokra, akár hogyha katonai pályát választanak, akár civil pályát választanak, mindenképpen az élet számos területéhez kapnak segítséget a képzés által. A Sátoralja újhelyi középiskola az első évben egy fél osztály indítására kért engedélyt a honvédelmi ágazatban valamivel több jött össze, mint az engedélyt kért létszámunk. Úgyhogy most kíváncsian tekintünk ennek a tanívnak az elejére. A gyerekek összetételét látva egy nagyon ütőképes csapatunk jött össze, hiszen van köztük számos olyan sportoló, aki Európa bajnokságon vett már részt, vagy akár ökölvívóként országos bajnokságon. Vannak kickboxosaink, vannak olyanok, akik az esportokat szeretik, vannak focistáink, és mindenképpen azt gondolom, hogy magyar hazafiassággal rendelkező fiatalok kerültek bele ebbe a képzésbe. Az alaki és katonai sport foglalkozások mellett a fiatalok a tábor keretein belül látogatást tettek az újfehértói Honvédelmi sportközpontban, ahol az íjászattól kezdve a lézeres lövészeten át légfegyverek használatáig több mindennel megismerkedtek, emellett pedig különféle küzdő sportokat is kipróbálhattak. A tábor zárásaként pedig számot kellett adniuk a megszerzett tudásról.